A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, átadták a Ciszterci Gimnázium új épület szárnyát. A kivitelezés 2 évvel ezelőtt kezdődött, és jóval a vállalt határidő előtt elkészült a beruházás. A köztérben számítunk figyelmükre. A Ciszterci Szent István Gimnázium bővítése még 2020. októberében kezdődött meg. A 2013-ban megfogalmazott tervekre 2017-ben érkezett igen a kormány részéről 2,6 milliárd forintos támogatással. A második ütem megvalósításához pedig további 1,6 milliárd forint támogatást biztosított a kormány. Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó ünnepségen a keresztény nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Nem csak a székesfehérvári gimnázium fejlesztését döntöttük el annak idején egyébként Krisztus atyával, később pedig apát atyával, és a ciszterci rend magyarországi vezetőivel, hanem kicsit a pécsi, kicsit az egri, nagymértékben a budapesti iskolának a fejlesztését. Én ezt mind szeretném megköszönni ciszterci atyáknak, hogy ennek részesei lehettünk, mint ahogy részesei vagyunk annak a megint csak hosszú folyamatnak, amelyről apát atya beszélt most itt a elmúlt percekben, és én csak az utóbbi évtizedekre szeretnék kitérni. Ha minden igaz, akkor 1992. Tehát 30 évvel ezelőtt volt, amikor ezt az iskolát az egyházi kárpótlás keretében visszakapta a ciszterci rend. 30 évvel ezelőtt. Iszonyatosan hosszú folyamat, ha belegondolunk, hogy onnan felépíteni egy iskolát, közel 800 gyermeket nevelni, oktatni, segíteni, és eljutni egy ilyen fejlesztéshez, amely évszázadra fogja meghatározni Székesfehérvárnak a képét is, és egyben pedig Székesfehérvárnak az oktatási rendszerét is. És én ezt a kitartást szeretném mindenkinek megköszönni. Szeretném megköszönni azoknak, akik építőként, tervezőként részt vettek. Szerintem fantasztikus munkát végeztek, és csoda volt az is, amikor többször itt járhattunk polgármester úrral, képviselő úrral, elnök úrral, akár télen is, amikor a legnagyobb hidegben dolgoztak a mesterek, és akkor is, amikor a legnagyobb melegben. Köszönet és hála nekik. Mind ahogy apát úr említette azt is, és én is szeretném megköszönni tanároknak, pedagógusoknak, mindenkinek azt a türelmet, amely ezt a két és fél évet jellemezte. Persze az előző időszaknak a türelmét is, amikor pedig szűkösen kellett az oktatás nevelést folytatni. Tudom, milyen az, amikor úgy kell foglalkozni valamivel, úgy kell valamit irányítani, vezetni, akár pedig nevelni gyermekeket, amik közben építkezés zajlik, felfordulás van, csatazaj van, a gyerekeknek a figyelme érthetően a darura és sok minden másra kiterjed, legkevésbé a tanulásra. És köszönöm szépen, hogy mindezt túlvészelték és túlélték. Amiről korábban is beszéltünk igazgatórral is, ezt újra idézőjelbe, de számon kérem. Az pedig nem más, hogy ugye van az az évfolyam, vagy azok az évfolyamok, akik megszenvedik az építkezést, majd utána elballagnak, vagy pedig most fognak elballagni, épp hogy az örömét lelik benne. Tehát én kérem és biztatom, hogy azok a gyermekek, akik amúgy is szeretnének visszajönni ebbe az iskolába, akár a sportcsarnok, tornaterem használata kapcsán, akár ennek a szép közösségi teremnek a használata kapcsán, bármikor kopogtathassanak, de ne csak kopogtassanak, hanem itt ide is jöjjenek. Segítsék őket, és ezáltal egyébként erősödik a közösség is. És én itt, kedves fiatalok, kicsit nagyon röviden hozzátok szeretnék szólni, és rajtatok keresztül a többi diákhoz is. Szent Bernátnak az üzenete, lángolj és világíts. Nagyon kemény és fontos üzenet a mai világban is. Lángolj és világíts. Nem
szabad nektek, mint keresztény hívő gyermekeknek, illetve keresztény iskolába járó gyermekeknek, fiataloknak elbújni. Azt, amit itt megkaptok, közösségi szeretetet és élményt, azt, amit itt megkaptok, keresztény értékeket, azt tovább kell adni. Ha valaki elbújik, ha valaki mindezt csak magában tartja, akkor a kereszténységnek a lángja és a kereszténységnek a világítása és üzenete nem terjed úgy el, mint ahogy egyébként terjedhetne. Gondoljatok csak bele, mindannyiunknál vagy mindannyiatoknál ott van az a kis kütyű, amivel pillanatok alatt mindenkit és mindent el lehet érni. Mindannyiunknak olyan eszközök vannak a kezében, ami egyszerűen fantasztikus és egyben félelmetes is. Ehhez képest 2000 évvel ezelőtt mind az apostolok, mind a tanítványok, mind pedig a kereszténységnek a kezdetén lévő néhány száz ember, az akkor ismert világ szinte minden pontjára eljutatták a kereszténységet. Ez óriási nagy felelősség, de most pedig nem csak felelősség, hanem lehetőség is. És én hiszem azt, hogy egy olyan hagyományokkal rendelkező iskola, mely Szent István nevét viseli, mely iskolába, ahogy apát úr is mondta, olyan nagyságok jártak, mint Vörösmarty Mihály, Ybl Miklós, vagy akár Semmelweis Ignác, vagy akár Klebersberg Kuno, de hogyha egyházi személyeket mondhatok, akkor Brenner János, aki boldoggá avatása történt, és vértanúként élte a keresztény életét, akkor igenis van mit, és van is kiket követni. Én erre bíztatlak benneteket, és kérlek titeket, hogy azt, amit itt tudást megkaptok, azt vigyétek tovább. De ennél talán még fontosabb az a keresztény nevelést, amit megkaptok. Mi a kormány részéről ezért tartjuk fontosnak keresztény iskolákat, katolikus iskolákat, ezért tartjuk fontosnak a szerzetesi iskolákat, és azon belül is azt a közel 4200 gyermeket nevelő, illetve tanító ciszterci közösséget, akik minden szolgálják, nemzetet, hazát és kereszténységet. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az elmúlt évtizedben 4576 óvodai és iskolai beruházást sikerült megvalósítani Magyarországon, 32 új tanuszodát építettek, 33 iskolát bővítettek tanteremmel. Az ember, amikor egy közösségbe, egy terembe belép, akkor azért megérzi annak vagy a kisugárzását, az auráját. Megérzi, hogyha egy formálisan ott levő, aktuálisan összegyűjt közösségről van szó, meg azt is, hogyha egy egyben levő közösségről, az emberekből is, meg a környezetből is. Ahogy ide beléptem, nyilván már a közösséget érezte az ember kitapintott, és hogy körbenéztem, hogy tényleg akár csak építészetileg, mintha egy régi apátságnak, rendháznak a kvadrumja jönne itt vissza ezekből az íves ablakokból, ahol a szerzetesek mentek körbe-körbe, ahogy ízlésesen a boltívvel is megvan oldva, hogy a fekete-fehér, tehát a ciszter hangulata is megvan, a mai kor építészeti, belső építészeti adottságával, de tényleg ennek a teremnek megadva. Jó érzés így belépni egy terembe, jó érzés így bejönni egy ilyen közösségbe, amikor érzi, hogy szimbolikusan ott van az emberrel sok száz év, és ténylegesen a közösség pedig nem a múltjában él, hanem a jelenében is, mert most is egyben van. Egy öreg diák idézetével jöttem volna ide, nem másra, mint Klebersberg Kunóval. Ezen intézmény öreg diákja azt mondta körülbelül egy évszázaddal ezelőtt, hogy van, amit nem lehet sem törvénnyel, sem rendelettel, sem lelkesedéssel, sem ékes szólással segíteni, hanem igenis téglával és malterrel. Ő így érvelt a népiskolai program mellett, hogy miért kell több és nagyobb tantermeket létrehozni országszerte. Itt vagyunk az ő egykor iskolájában, és azt mondhatjuk, hogy amit ő egy évszázaddal ezelőtt elkezdett, azt mi igyekeztünk most folytatni. Iskolákat építeni, iskolákat bővíteni, iskolákat korszerűsíteni. Az elmúlt egy évtized az iskola építések, az iskola bővítések és az iskola korszerűsítések korszaka volt. Igyekeztünk mindenkinek a helyben tanulás lehetőségét biztosítani, emlékezhetünk arra, hosszú irodalmak, nagy-nagy szakmainak mondott cikkek születtek azért, hogy miért kell kisiskolákat, legfőképp kisiskolákat bezárni, miért nincs szükség ennyi iskolára, miért kell csökkenteni az iskolák számát, mi viszont azt mondtuk, hogy korszerűsítsünk és építsünk. Ezért az elmúlt évtizedben, amikor tényleg végre volt lehetőségünk újra, hogy bővüljön Magyarország,
4576 óvodai és iskolai beruházást tudtunk megvalósítani. Ennyi helyén az országnak sikerült az oktatásba valami többet, nem csak téglát és malter, de ennél többet is beletenni. Építettünk 32 új tanuszodát, 42 új tornatermet, 33 iskolát bővíteni az elmúlt években sikerült tantermekkel, megépült 7 új iskola, és számtalan egyéb más fejlesztés volt. Ez csak egy programunk volt, a úgynevezett TTT projekt, amelyek keretében ezek épültek, de mellett az uniós forrásainkat is igyekeztünk erre a célra felhasználni. Az is fontos, hogy ezek az iskolák minél korszerűbbek legyenek, a magyar iskolák. Ezért 26 milliárd forintot fordítottunk az iskoláknak a minél jobb, korszerű digitális környezetére. 2980 helyen valósult meg digitális fejlesztés, 4000 iskolában volt wifi képítés, 2000 iskolában volt wifi sávszélesség bővítés. Egy évtizeddel ezelőtt a digitális ellátottságban, digitális kapcsolatban a magyar átlag és az uniós átlag között 10%-nyi különbség volt, ma 1%-nyi van, de ez egy tavalyi statisztika, lehet, hogy idénre már egy sem lesz. Ebben is teljes mértékben az európai szintet hozzuk, és digitális eszközökben is csak idén 120 ezer laptopot osztottunk ki tanároknak és diákoknak, 7 milliárd forint értékben építünk okos tantermeket 180 iskolában, ami nem csak felszerelést, hanem iskola építészeti, gépészeti és más fejlesztést is jelenthet. És valóban, ahogy itt elhangzott, a Ciszter iskola építések között is ez a projekt is 4,2 milliárd forintból tudott megvalósulni 17 és 22 között, ezek szerint határidő előtt, ami szintén azért ritkaság, mondhatnám unikum, itt a magyar beruházások között sportcsarnokkal, öltözőkkel, 12 tanteremmel, WC-kkel, étkezőkkel, melegítő konyhával, tanárival. Elmondhatjuk tehát, hogy az elmúlt 10 esztendőben, amikor tényleg 13-tól Magyarországon, hála Istennek történt egy gazdasági fordulat, és onnantól kezdve a bőség évei következtek, igyekeztünk hazai forrásainkat is, az uniós forrásainkat is az iskolák, az oktatás fejlesztésre, bővítésre fordítani, és nyilván nincs más tervünk a következő időszakra sem. Bízunk benne, hogy ezeket meg tudjuk tenni, mind uniós forrásból, egyszer majd hozzájuthatunk a saját forrásainkhoz, mind nemzeti forrásból, ahogy ezt az előző esztendőkben is megtettünk. Igyekszünk beruházni abba, amiben Klebezver is beruházott, egy nagy történelmi tragédia után, a trianoni békediktátum után, trianoni diktátum után pontosabban igyekezte talpra állítani a magyar oktatást, és ezzel Magyarországot, és jó magvakat hintett el, hiszen ma is 100 évvel később is őt idézzük, és 100 évvel később mi is az ő munkáját folytatjuk. Azt pedig eszembe jutott, hogy Solti számítitkár urat hallgattam, meg főapát urat is. Tulajdonképpen itt egy ferences öregdiák készített egy előterjesztést, amit két piarista diák igyekezett sikere vinni, hogy a Ciszter rend bővülni tudjon. Úgyhogy ennél rendközibb dolgot kevésbé tudok elképzelni. Isten áldása legyen az itt dolgozókon és itt tanulókon. Ezért kérjük most az Úristen áldását erre az új csodálatos épületre. Bérci Bernát Zirci apát a ciszterci iskola történetét elevenítette fel, hangsúlyozva, azért is volt szükség a bővítésre, mert egyre több diák választja tovább tanulási célul az intézményt. Annak, aki minden nap itt van, talán fel sem tűnik. Aki pedig messzebbről jön, talán nem is tudja minden részletét, hogy milyen gazdag az a történelem, ami itt minket körülvesz, szinte mondhatjuk harapni lehet. Magam pécsi születésű vagyok, és hozzászoktam a történelem távlatához, de itt egészen más íze van a történelemnek, egészen más magyar íze van. Géza fejedelemtől itt királyi vár, Szent Istvántól hatalmas királyi bazilika át, innentől nem is messze, mondhatjuk pár lépésre, és ehhez csatolva pedig a bazilikához káptalani iskola, ahol nem más, mint Szent Gellér tanított. Micsoda tapinthatósága ez magyar történelmünknek. Fehérvár 1543-ban, a török korban elesik, hiába erősítette meg Mátyás a várfalait, és török kézen is marad 1688-ig. 1702-ben jönnek a jezsuita atyák, és indítják el itt a középfokú, vagy akkor mondjuk úgy felsőbb oktatást. Ekkor a gimnázium még csak 4 éves, az elemi iskola pedig előtte 3 éves. De az az iskola, amit elindítanak, 1756-ra épül fel, az nem ez, talán nem mindenki tudja,
hanem a ciszterci, ma akkor jezsuita templom, ma ciszterci templom, ami fölépül, és mellette az iskola és rendház, ez a rész most múzeum. 1813-tól a jezsuiták feloszlatása után a ciszterciek veszik át, ahogy hallottuk, rövid ideig pálos atyák is tanítanak itt, mert így írja a Historia Domus Zircen, ő felsége a császár, helyesli, ha a ciszterci rend elvállalja a két gimnáziumot, a fehérvárit és a pécsit. Ezután kezdődik, ahogy a történelem lapjait lapozgatjuk, a gimnáziumnak az igazi fellendülése, amely az egész város szellemi, lelki életére kihatott. 1851-ben már 8 osztályos fő gimnáziummá alakul, és a növekvő létszám okán a régi helyen, tehát még nem itt, hanem az egykori jezsuita épületeket magasítani kellett, második emeletet is, vagy mondjuk úgy akkor a földszinttel együtt harmadik emeletet is húznak erre, akkora az érdeklődés a gimnázium iránt. Ez történt 1875-ben. És a 18. és 19. század híres tanulói itt tanulnak, akik országos hatást tudtak elérni, és nincs is lehetőségünk, talán csak egyet-kettőt ragadjunk ki közülük. Legyen az első Pirker László, egri későbbi ciszterci érsek, majd Reguli Antal nyelvész, Zircenőt jól ismerjük, vagy Szalai László történész, akadémikus, talán csak a legkiemelkedőbbek, vagy egész nemzetünkre hatást gyakorló költőink közül nem más, mint Vajda János és Vörös Marti Mihály is itt tanultak ebben az alma máterben. Később Ibl Miklós, Semmelweis Ignác, és talán csak még egyet hadd emeljek ki, Klebelsberg Kuno is itt tanult a ciszterci gimnázium berkeiben. Ebben a korban veszi föl azt a nevet, amiről ma ismerjük az iskolát, 1921-ben Szent Istvánnak a nevét, mert ahogy Szent István a magasabb szellemi és erkölcsi kultúra kisugárzására káptalani iskolát alakított, írja a korabeli iskolai évkönyvünk, úgy ciszterci elődeinket, Békefi Remig apátot és a ciszterci közösséget is a magyar ifjúság nevelésének, szellemi-lelki gazdagításának a vágya vezette. És bizony ez a fejlődő gimnázium, akkor, ami még a, mondhatjuk, a tér túloldalán volt, 1930-ra újra szűk lesz, hiába bővítették eleink, és ekkor épül föl ez a gimnázium, mármint a Jókai utca felőli főhomlokzati rész, amely 1932-re a történelem viharai ellenére elkészül. Nagy örömre, nagy megelégedésre. Ekkor a rend az immár Reál gimnáziumban kiemelkedő szaktermeket létesít, és valóban nyugat-európai színvonalú oktatás az, ami itt megvalósul, és nem csak itt, mint egy helyi oktatásról van szó, hanem ekkora ciszterci pedagógia a maga modernitásával országos hatást gyakorol. De ez törte derékba 1950-ben a kommunista államosítása az egyházi iskoláknak, hit elnyomása, szerzetesek feloszlatása. 1994-ben indul újra ez az iskola. Indul el a reménynek, hitnek új sarjadása. És most 2010-es évek közepére, 2014-re jutottunk el odáig, hogy immár az új iskola is szűknek bizonyul. Egyre több szülő érzi, hogy ma szilárd értékrend, egyzett lélek, hit nélkül nem lehet sem személyes életet, sem családot, sem pedig nemzetet fölépíteni. Nem elég a pallérozott elme, mert az Isten nélküli tudás legyen bármennyire is csillogó, de végül inkább pusztít, mint sem építene. 1939-ben elődeink ezt az új iskolát, amelyet akkor a várossal karöltve tudtak fölépíteni, nem ekkora diák létszámra tervezték. Nem 750-800 főre, nem heti 36 tanórára,
számtalan csoportbontásra, különböző szakkörökre, mindennapos testnevelésre, ezért vált szükségessé az iskola bővítése, amelynek tervezését elődöm Dékány Szixtusz apát kezdte meg 2012-ben a TÁM építész iroda felkérésével. Magyarország kormánya 2017-ben pedig 2,6 milliárd forinttal támogatta ezt a jó tervet, ezt az iskola bővítést. 2018-ban ezt a teljes bővítést ütemekre kellett bontanunk, hiszen ebbe az összegbe a tornacsarnok és a földszinti termek fértek bele a kivitelezés 2020 nyarán nyílt közbeszerzésben a Merkbau ZRT nyerte el, és az építés, ahogyan talán itt a bevezetőben láttuk is a képeken, 2020 októberében kezdődött el. Ezzel párhuzamosan, hiszen az iskola tanítási helynek is, nem csak testnevelési helynek a szűkében volt, további a második ütem megvalósítására kértünk támogatást, hiszen az építőipari árak pontosan ebben az időben őrületesen elszálltak, és az eredeti támogatásból valóban csak a tornacsarnok és a földszinti termeket tudtuk megvalósítani, így hálásak vagyunk, hogy Magyarország kormánya 2021-ben további 1,67 milliárd forinttal támogatta az iskola bővítését, és végül ehhez járult az apátságnak a saját forrása, amiben a régi iskola épületben is egy-két felújítást, amik halaszthatatlanok voltak, tudtunk eszközölni. Mindennek eredményeként új tornacsarnok, új étterem, új díszterem, amiben vagyunk, és emellett új, végre egy közös tanári tudott létrejönni, továbbá 12 tanterem. Méghozzá talán olyan módon, ami szokatlan határidő előtt, most október 5-ét írunk, de az eredeti kivitelezési határidő 23. január 5-e volt, ha jól emlékszem. Azokat a tereket most tudjuk átadni, ahol sok gyermekünk 8 vagy 4 évig szívhatja magába a tudást, a hitet, a közösségi tapasztalatot, és ahol Szent István gimnazistaként történelmet és hazaszeretetet tanulhat. Összekötve a múltat, a jelenen át, a megépítendő jövővel. Mely egységet az iskola épülete is úgy érzem, hogy szépen jellemez, mert a régi épület szárny, ami a Jókai utcáról nyílik, még pont a középkori városfalon belül állt. Ezek az új szárnya, kezdve a díszteremtől, ahol ülünk, már épp a városfalon kívül, mint egy a kettő között híd, ez a folyosó összeköti múltat, jelent és építi fel a jövőt. Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a fejlődéshez, elsőként elődömnek, Dékány Szixtusznak, aki ezt a tervezést elkezdte, Magyarország kormányának, Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak, aki 2017-ben a ciszterci fejlesztések mellé állt, majd Cserpalkovics András polgármester úrnak, aki ennek az iskolának az ügyét szívén viselte, második ütem előteremtésében is nagy segítségünk volt, ahogyan nélkülözhetetlen volt Soltész Miklós államtitkár úr és Varga Tamás miniszter úr aktív segítsége is. Hálásak vagyunk ezért, és azt hiszem, hogy a vidám gyermek és tanár arcokon, hogy végre megfelelő körülmények között tudjuk a megnövekedett létszámú gyermekeket oktatni, a hála és a köszönet ott is van. Köszönöm egyben kollégáimnak is a segítségét, Drabos Erik jogászunk, a beruházás vezető segítségét, és egyben ne feledkezzünk meg, nagy szívvel, nagy hálával köszönöm tanárainknak az ember feletti erőfeszítését. Mert a járvány és az építkezés kettős harcát kellett egyszerre megvívni, a szebb és immár elérkezett új iskola reményében ezt a legnagyobb türelemmel vitték végig. Őszintén köszönöm. És végül, de nem utolsó sorban azoknak köszönöm, akik mindezt építették, hisz e falak adnak majd teret a jövőnek, a nemzedéknek, annak, akinek feladata a tudást és a hitet továbbvinni, lángolni és világítani,
és ezt a fényt elvinni Szent István következő nemzedékeinek. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője az iskola intézményének fontosságát emelte ki. Dobó István Eger várkapitányának mondatait idézve fel, aki azt mondta, a vár ereje nem a kövekben, hanem a védők lelkében rejlik. Egy nagymúltú városban, egy nagymúltú iskolavárosban egy nagyon nagymúltú iskola bővítését ünnepeljük ma. Apát úr felidézte az iskola történetét, felidézte a város történetét, és engedjék meg, hogy ha a török idők ma már szóba kerültek, akkor egy másik szomszédvár, Egervár történetéből idézzek fel egy híres mondatot. Dobó István, Eger várának kapitánya mondotta, hogy a vár ereje nem a kövekben vagyon, hanem a védők lelkében. És hogyha ebből a mondatból egy metaforát csinálnánk, akkor a védők ma itt az iskola tanárai és az iskola tanulói. Az ő lelkük teszi ezt az iskolát nagyjá. Az elmúlt évszázadok nagy tanáregyéniségei, az elmúlt évszázadok diákjai, a ma tanárai és a ma diákjai. De hogy egy kicsit visszafordítjuk az eredeti mondást, a vár kövei nélkül a védők lelke mit sem ért volna. És a tanárok és a diákok ereje és lelke nélkül ereje mit sem érne, ha nem lenne vár, ha nem lenne iskola. Ezt az iskolát építettük fel közösen együtt, és adjuk át ma a tanároknak és a diákoknak. És én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a munkában az elmúlt években részt vett, hogy ma itt lehetünk, ma együtt ünnepelhetünk. És mivel az én családom ezerféleképpen és ezer szálon nemzedékeket óta és nemzedékeken átívelően kötődik és kapcsolódik ez az iskolához, nekem külön személyesen nagy öröm és megtiszteltetés volt ebben a munkában részt venni, és ma itt önökkel együtt ünnepelni. Isten áldja az iskolát, Isten áldja az iskola tanárait és diákjait. Cserpalkovics András polgármester szerint a térrel együtt a város patinás épületét alkották újjá, mint mondja, sikerült szépet, hasznosat, funkciójában olyat alkotni, amelynek örülnek a diákok. Olyan új terek nyíltak meg, amik és én se erre hívnám fel a figyelmet, a közösségi erőre adnak nekünk lehetőséget és teret. Ennek az egésznek akkor van értelme, ha tartalommal tudjuk megtölteni. Akkor lesz ez köznevelés, és akkor fog ez a nevelés az egyénen túl a közösségre is hatni. A fejlesztésnek köszönhetően új tornacsarnok, ebédlő és konyha, díszterem épült. Ezen kívül 12 tanteremmel és egy nagy közös tanárival is gazdagodott az intézmény. A beruházás a tervezett 2023. januári átadás helyett már idén szeptemberre elkészült. Az épületet a ciszterci atyák kívül és belül is megáldották. Kedves nézőink, a köztérben a ciszterci gimnázium új épület szárnya kapta a főszerepet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.